Az a beruházás, amelynek a végére értünk, ez egy méreteiben kisebb, de jelentőségében legalább ugyanolyan nagy, mint a korábbiak. Ez az ötödik építési beruházás a Max Steiner Hungary Máté Szalkai telephelyén. Ugye ez az első csarnokunk, ami először megépült, ezt követte egy kisebb hidegraktár az épület mögött, aztán a 2000 négyzetméteres magas raktár és a szerelőcsarnok 4 évvel később, 2018-ban, és amit most ma adunk át, ez egy 500 négyzetméter alapterületű szerelőcsarnok, illetve az ahhoz tartozó berendezések, ami gyakorlatilag a termelési és autó átépítő kapacitásunkat fogja növelni a jövőben. Nem tudok most név szerint 50 embert köszönteni, vannak közöttetek a beszállítóink, az ügyfeleink, illetve a tevékenységünk során másképp közreműködő partnerek, szomszédok, városvezetés, tehát még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Akit külön szeretnék kiemelni ennek a projektnek a kapcsán, azok a kivitelező partnerek, vagy kivitelező cégek és alvállalkozóik, akik ezt az épületet létrehozták, de a teljesség igénye nélkül köszönöm mindenkinek a munkát. Amit erről a projektről érdemes tudni, hogy a fizikai megvalósítást, tehát az építkezést november 15-én kezdtük el, és Mikulás napján ez az épület tető alatt állt. Tehát a magyar építőipar jellemzőit sikerült meghazudtolni. Igaz, hogy volt olyan, hogy 36 órát töltöttem a telephelyen, de gyakorlatilag másfél hónap alatt ezt a csarnokot felépítettük, és december végére használható állapotba került. Természetesen 100%-ig még semmi sincs kész, mert mire elkészül, addigra már amortizálódik. Vannak apróbb hiányosságok, illetve a kertépítés maradt hátra, de a munkát meg tudtuk kezdeni már a csarnokban, és a elkövetkező hetekben teljesen használatba vesszük, és remélhetőleg a idei évben több száz autó átalakítása fog megtörténni ebben az épületben.